felvonásban egy ugyanolyan lányka, aki ugyanúgy gyűlöl és ugyanúgy szeret, mint a többiek, ugye Ginával kapcsolatban, és a második felvonásban pedig egyre közelebb kerülnek egymáshoz, hiszen Bánki Annát akkor kezdi érinteni a világháború, az ő származását, ugye ő zsidó származású, és a törvények által veszélybe kerülő is, és a családja is. Segíts hát, Abigail! Tégy csodát! Megteszem, bármit kérj! Jó leszek, Abigail! Kérlek, Anna, segíts! Én igazából jól sikerült a munka, ez szerintem. A legfontosabb értékének egyébként azt tartom pont ezt, hogy valahogy a szöveg, a dalszöveg, a színészi jelenlét, az énekes produkció, tehát hogy az egész egy olyan komplex színházi élményt ad. Legelején elindultunk egy majdnem befejező pillanattal, és onnan játszottuk vissza. Ez igazából éve csak ahhoz volt segítség, hogy a közönség az első percek pillanatnyi megdöbbenése után elfogadja, hogy ebben a játékban ide-oda lehet ugrani térben és időben. De az igazság, hogy minden egyes próba folyamaton, vagy egy-egy darabot, hogyha előveszünk, akkor az mindig nagyon sokat változott egy emberben ahhoz képest, amit olvasott, vagy amit látott. Mert akkor van egy ilyen egységes valamit, amit úgy egy benyomás, amit kap egy könyvtől, és vagy egy valamilyen alkotástól. Abban a pillanatban, amikor belekerülsz egy próba folyamatba, akkor már a részleteit ezzel boncolgatnunk, és sokkal mélyebb. Borzasztóan hasonlít Vitai tábornok az édesapámra. És amikor most nem olyan régen bementem hozzá az iskolába, akkor szünetben a gyerekek egyből rohantak hozzá, egy Péter bácsi, Péter bácsi, és valami olyasmi van az darabbeli édesapám, Föres Tamás, és én köztem, amikor meglátom, hogy amikor nincs ott a matula, vagy amikor ki tudom zárni a matulát, és Zsuzsanna nővért, és Erzsébet testvért, és Torma Gedeont, akkor így tudok oda szaladni. Szerelmesen imádja Vitai tábornok Ginát és Gina az édesapját, és valóban Vitai tábornok a háborút hordozza magában ebben a darabban, ami szétszakítja ezt az egészen mély és belsőséges kapcsolatot. Menteni kell az életet, menteni kell, amíg lehet, menteni kell, meg hogyan nem tenni. Érzelmeket, borzasztóan kifejező zene. Hát az Abigail zenei világa nagyon kocsákos. Nagyon fontosnak tartom, hogy a zene jelentése, a zene vívő ereje, a zenének a kifejezés módja az legalább ilyen magas szintű legyen, mint az eredeti regénynek a nívója. Abszolút egyedi, borzasztóan dramatikus, nagyon szolgálja a történetet. A daloknak a nagy része, és ez teljesen tudatosan úgy van megírva, hogy viszi tovább a történetet, a daloknak egy része pedig azt a pillanatot nagyítja ki több percben, akár ahol éppen áll a történet. Az osztály megdicséri az egyébként. Én keresgettem ezt a jelzőt,
Milyen egy Zsuzsanna. Én azt gondolom, hogy egy végtelenül fegyelmezett ember. Ő maga is fegyelmezett, és meg is követeli a környezetétől, illetve a lányoktól, akik rá vannak bízva ezt a fegyelmet. Az első igából kellékes próbán, egyszer csak elkezdett esni a hó, gyönyörsni a hó, gyönyörű karácsonyi számunkban, és én nem számítottam rá, hogy ez megtörténik. Pont egy olyan résznél, amikor teljes mértékben a hóesésben állunk, és hát éneklés közben ez azt a kényelmetlen tünetet okozta, hogy egyszer csak tele lett a szám ilyen fehér műanyag mindenfélékkel, hogy elkezdtem köbdösni, és ráadásul ennek következtében eléggé jó kedvem támadt, úgyhogy azt lehetett hallani, hogy látok! Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hülyek maradtunk a regényhez és Magda néni emlékéhez. Azoknak ajánlom, akik szeretnének nevetni, sírni egyszerre, és szeretnének átélni egy csodálatos színházi katarzist és egy élményt. Aki hisz abban, hogy fontos az, hogy akarunk valamit, hogy előrelépünk, hogy felemeljük a fejünket, hogy kitörünk a nehéz helyzetekből, azok mind-mind nagyon boldogak lesznek az Abigail színű műzikellen. Rengeteg humor van benne. Szerintem ez kihagyhatatlan. 2008 márciusában a Tárja Színház színpadán azért remélhetőleg egy csoda született. Jelenek Abigailek.